Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakkmagazin 2016. januári adásában. Gunyáth Zoltán műsorvezető vagyok, és mellettem ül Varga Péter, nagymester, nemzetközi mester, műsorvezető társam és a hozzáértő sakkmesterünk, aki a partikat szokta konferálni nekünk. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunkban beszámoltunk a tavaly december és idén januári sakkeseményekről. Most egy nemzetközi sakkeseményről szeretnénk beszámolni, ahol sakkozóink is részt vettek. Négy megyebeli sakkozó vett részt egy versenyen. Csehország sakkbajnoksága egy úgynevezett nyílt bajnokság, ahol külföldi sakkozók is indulhatnak. Maga a cseh bajnokság úgynevezett Cseh Tour versenysorozatból áll, egy ilyen teniszes hasonlattal élve, egy ilyen Grand Slam torna, 6-8 egyéni versenyből áll, és minden versenyen a helyezések bizonyos pontszámokat jelentenek, és a Grand Slam torna sorozat végén összesítik az egyes játékosok által megszerzett pontokat, és azok alapján hirdetik, hogy a végeredmény, ki nyerte a Cseh Tourt, ki volt a második, harmadik, stb. Tehát minden egyes részversenynek van díjazása, illetőleg az egész versenysorozatnak is egy külön díjazása van. Megyénk sakkozói már 6 éve járnak a Cseh Tour egyik versenyére, a Prága Openre. 2016. január 8-tól 15-ig zajlott Prága egyik patinás szállodájában, a Hotel Olympicben, a Prága Open. Az A csoportban, a nagymesteri csoportban két megyebeli sakkozónk játszott. A régi híres sakkozónk, dr. Radics László, aki szerzett már ezen a versenyen 6 pontot is, és majdnem fődíjas lett, és a Piremonnak egy ifjú titánja, 17 éves Rádai Zoltán Máté. Nekik sajnos most nem ment olyan jól az A csoportban a verseny, mert díjas helyek közelébe nem tudtak kerülni, még értékszámot is vesztettek, de hát ilyen a sakk, egyszer jól megy, egyszer kevésbé megy jól. Én azt hiszem, hogy legközelebbi versenyen Zolinak is és Radics doktor úrnak is nagyszerűen fog menni a küzdelem, és egy kosár értékszámot fognak nyerni a versenyeken. Rendkívül érdekes volt egyébként a nagymester csoportnak a végeredménye, ugyanis egy hölgy nyerte meg az A csoportot, és pedig elképesztő eredménye, sok férfi nagymestert maga mögött hagyott, és akár le is győzött. Egy török hölgy, aki női nagymester és férfi nemzetközi mester, Jekaterina Atalik nyerte meg a versenyt, és pedig 8 ponttal, azaz a 9 partiból 7-szer győzött, és csupán 2 döntetlent engedélyezett az ellenfeleinek. Legyőzte többek között a legmagasabban jegyzett játékost is, a mongol, nem is mondom a nevét, mert nem tudom kiejteni a mongol nagymesternek, olyan különösen ejtik a neveket a mongolok, de hát megmérkőzött ő Alexej Gavrilovval is, meg nagyon sok más egyéb sakkozóval. Jekaterina Atalik egyébként egy sakkozó családból született, az édesapja Suat Atalik egy rendkívül híres, nagyerejű török nagymester, aki a világ élvonalához tartozott legjobb éveiben, de hát már érthetően megöregedett közben, és úgy tűnik lányának adja át a stafétát. A versenyen egyébként számtalan nemzetnek a sakkozója játszott, Mongólia, Japán, Görög, skót, amerikai, tajvani, kínai, dél-afrikai, ausztrál, fel sem tudom sorolni, hogy hány nemzetnek a sakkozója játszott. Egy igazi nemzetközi sakkfesztivál volt, ahol nagyon nagy élvezet volt játszani, szép, megfelelő körülmények között, és hát a színvonalra nem lehetett panasz. Nem számoltam össze, hogy hány nagymester, nemzetközi mester és fidemester játszott a versenyen, de rendkívül erős és színvonalas volt. Ilyen versenyt elég keveset rendeznek Magyarországon. Közel 300 sakkozó vett részt az A és a B csoportban, egyéb iránt volt még villámverseny is, a rapid bajnokság is, tehát kísérő rendezvények is színesítették a versenynek a küzdelmeit. A B csoportban két megyebeli sakkozó játszott, mind a két sakkozónak sikerült értékszámot növelni. Én voltam az egyik, én 9 partiból 6 pontot értem el, és annyit még eldicsekszek, hogy ha az két utolsó partimat nem rontom döntetlenre, akkor díjas lettem volna, így nem lettem díjas. Tőlem jobban sikerült a verseny,
a Piremon kitűnőségének, Pozsonyi Istvánnak, aki nagyszerű eredményt ért el, azok után, hogy rosszul kezdett a versenyen, a nagyszerű második helyezést érte el. Istvánról már sokszor beszámoltunk az adásunkban, a megelőző adásunkban is említettük a nevét, hiszen rendszeresen jó helyen végez a nyírségi tornán, legutóbb ő nyerte meg 2014. decemberében a megyei egyéni bajnokságot, és igen, sokszor említettük már a nevét, és mutattunk be partiját is. Istvánnak rosszul kezdődött a verseny, ugyanis egy tőle legalább két klasszissal gyengébb oszták sakkozótól vereséget szenvedett a királyindiai védelemben. Ha jól emlékszem, E96-os királyindiait játszottak. István túlfeszítette egy kicsit a húrt, és bevallom, hogy nekem megdöbbentő volt, hogy egy olyan gyengé jegyzett osztráktól ki tudott kapni. Ezek után ő nem keseredett el, hanem vett egy mély levegőt, és partiról partira belefeküdt a küzdelembe, és hozta azt, amit ő tud, az ő nagyszerű sakkérzékével partiról partira nyerte a fordulókat, nyerte a partikat, partiról partira lépett előre. Zsinórban nyert 7 partit, és az utolsó parti előtt már fél ponttal vezette a mezőnyt. A 7. és 8. fordulóban világossal nagyszerű győzelmeket aratott István, és fél ponttal vezette a mezőnyt, az utolsó partit pedig az orosz idős Drozdov mesterrel játszotta. A sötét színekkel neki már a döntetlen is elegendő lett volna, hogy megnyerje a versenyt. Sajnos nem sikerült az utolsó forduló. A megnyitás után én úgy láttam, hogy a Drozdov izolált gyalogja miatt kissé jól áll István, hiszen a D4 izolált gyaloggal szemben a tisztekkel jól meg tudta szállni a D5 mező, de nem volt olyan egyszerű az állás. És végül annyira fellazította a királyállását, hogy elmerült a partiban és elvesztette. Én azt hiszem, hogy ez az eredmény csak akkor lett volna szebb, hogyha döntetlent játszik, vagy megveri Drozdovot is, és megnyeri a B csoportot, de ez a második helyezés is egy nagyszerű eredmény volt, és én csak méltatni tudom Istvánnak a tudását. Még annyit elplegykálok, hogy én is megmérkőztem Drozdovval, és én is kikaptam tőle. Nagyon szerettem volna Drozdov mesternek megköszönni a felszabadítást, de hát nem sikerült, és sajnos Istvánnak sem sikerült. Az orosz sakkozó nagyszerűen játszott, és mind a kettőnk skalpját megérdemelten tudta az övére tűzni. István nem csak orosszal, hanem mindenféle nációval játszott, mint jó magam is. A német André Jager elleni partiját szeretnénk bemutatni, ami Istvánnak a fenomenális sakkérzékét jól szemlélteti. Szeretném megkérni Péter nagymestert, hogy mutassa be ezt a partit, amit részben István saját megjegyzéseivel, részben Péter szakértő kommentálásával tárnánk a tisztelt nézők elé. Tehát Pozsonyi István Jéger Andréval játszotta ezt a játszmát, fehérrel volt ugye István, D4-jel kezdett, amire huszár F6-tal folytatta fekete, futó G5 következett. Kicsit meglepetés ez a lépés. Igen, István nem így szokott játszani. Igen. Én, mivel egy szobában, egy szállodában laktunk, így jól tudom, hogy István mennyit készült egyes partira, és még a partik előtt még sokat beszélgettünk is az ellenfeleknek a sakkszemélyiségéről a készülés során, hogy milyen taktikát érdemes követni, és hát ez egy meglepetés volt a Jéger ellen. Igen, a tarsolyában ugye, itt C4 huszár C3-mal szokott fejlődni. Ugye fekete végül is játszotta a saját változatát, amit szokott erre a lépésre, C5-öt lépett, ugye azonnal a centrumot szeretné felrobbantani, futóüti F6, következett G-üti F6, ugye egy kicsit szétroncsolja a feketének a gyalogszerkezetét, D5 következett, amire vezér B6, ugye a B2 gyalogot támadta meg fekete, vezér C1-jel ezt megvédte. Eddig még az elmélet útján járunk, hagymester? Igen, uh-huh. Szerintem egyértelműen. Úgyhogy F5 következett, amire C4, ugye a D5 gyalogot alátámasztottuk, futó G7, ugye megtámadta a B2 gyalogot futóval vezérre, huszár C3-mal fejlődött, világos. És hát kötelező ismert
Nem szabad hát, megengedni a futóút, illetve a vezérőt B2. Semmi esetre sem. D6-tal folytatta ugye a fejlődést Fekete, a futó átlót nyitotta meg, E3. Mi lehet itt a terve a sötétnek? Tehát E6-tal szeretné felszedni és hosszúra sáncolni, vagy mire játszhat tulajdonképpen? Milyen tervet készíthetett világ? Sötét? Hát valahogy nyitni kéne az állást, ugye, mert futópárja van, de a gyalog szerkezete ugye az egy kicsit meggyengült Feketének. Tehát én úgy gondolom, hogy E6 lenne az egyik terv. Másik terv az, hogy vezér A5-tel egy kötés létrehozni, és A6 B5-tel esetleg ott felszedni, még akár gyalog áldozattal is a vezérszárnyon a gyalogokat. Tehát ez esetben akkor azt hiszem, hogy sötét nem sáncolna el, hanem a vezérszárnynak a kinyitásával szeretne. Igen, akár rövidre elsáncolhat, belefér, de én úgy gondolom, hogy vezér A5, A6, B5 lenne az a terv. Tehát, hogyha leüti a gyaloggal vissza futóval, futó D7, mert az a G7 futó nagyon erős, és lehet, hogy úgy tudná ugye még jobban az erejét kihasználni. Tehát én azonnal a vezérszárnyi játékra tudnék itt gondolni. Hát Fekete nem így játszott, ő huszár D7-tel fejlődött, amire vezér C2 jött, ugye ennek az az értelme, hogy a bástyát ugye megpróbálja vagy hosszú sánccal, vagy D1-re vinni, hogyha úgy jövök, egy kicsit kijönni az A1 H8 átlóból, ugye a Fekete nagy átlóból. Úgyhogy vezér C2 az egy teljesen jó lépés, normális lépés, és ugye az F5 gyalogot is támadja egyszerre. Vezér C2, után érkezett huszár E5, ugye a centrumba rakta a lovát, ugye nem engedi a futót fejlődni, de egyben ugye a G7 futónak az átlóját, és bezárja. Mondjuk a másik terv az, hogy huszár G6, és ugye azok a futók nagyon jól védik a Fekete király. Tehát ez a huszár D7 E5-nek az öt, én úgy gondolom a stratégiája, és akkor esetleg ugye későbbiekben lehet majd ott játszani. És úgy tűnik nem az semmit, tehát huszár G6, egy H4, H5-ös gyalogroham sem ad semmit, arra visszahúzzuk a huszárt E5-re, igen. És ha F4-el elzavarnák, akkor örök bázisa van G4-en. Igen. Hát itt ugye világosan H3-at lépett István. Másik terv az huszár H3 is, hogy F4 pontra, ugye a gyenge mezőt, igen, az is örök huszár bázis. F4 és huszár H5-tel ugye a G7 futónak a helyzetére rájátszani. Ez egy érdekes terv. A H3 is egy jó terv, úgy gondolom, ugye itt esetleg F4, majd E4 lehet huszár F3, F4-el visszazavarni a lovat, huszár F3 futó D3-mal az F5 gyalognak a támadását vette célba, hogy ne mehessen G4-re, hogyha F4-et lépnék. H5 következett, amire bástya B1. A másik terv ugye az F4 lett volna, bástya B1 egy logikus lépés, ugye A3 B4-gyel szeretné a vezérszárnyon a játékot elindítani fehér. Ami érdekes, mert ugye ha Fekete úgy játszott volna, akkor esetleg ő tudott volna itt játszani. Tehát én úgy gondolom, hogy ez Fekete egy kicsit, ugye, hát itt jön ki a sakjátéknak a sokszínűsége, hogy ki hol játszik és ki mit lát az állásban. Én mindenképp azt láttam, hogy Feketének kellett volna a vezérszárnyon játszani, hiszen a G1, F1 futó az nem annyira figyel a vezérszárnya, persze az F1 futó a B5 ponton ugye jöhet játékba, de hogy a G7 futónak az erejét még jobban kihasználjuk, akár mondom az A6 B5-ös gyalog áldozattal szerettem volna Feketének a játékát én erősíteni. Ugye Fekete más választott, ugye megtartotta úgymond a királyszárnyat, Fehér viszont erre ugye bástya B1-gel, most ő kezdett el a vezérszárnyon játszani. Futó D7 következett, F4, visszazavarta a huszárt, a jól álló huszárt, huszár G6, és huszár F3 következett, ugye fejlődött, futó F6. Ez is egy furcsa lépés. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb lépés, kicsit felesleges. Én úgy gondolom, egy tempót veszít. Nem vesztő lépés, de egy, azt szoktuk mondani, egy picit haszontalan lépés, tehát nem látom, hogy jutna előrébb. Lehet, hogy a hágyalogot előrébb tolni és úgy megvédeni, de azt enélkül, a lépés nélkül is meg tudná Fehér. Hogy huszár G5. G5-re játszott volna István. Hát azt nehezen hiszem, mert ott nem csinál semmit az a huszár, tehát továbbra is. Jó, futó F6, lehet, hogy az volt a terv, igen, hogy ha huszár G5 jönne mégis, azt leüsse vissza, és el tudjon hosszúra sáncolni Fekete. Lehet, hogy ezért lépte.
De hát ugye ezt nem tudjuk, mert nem vagyunk az ellenfélnek a fejében, nem tudom. Igen, és akkor mondjuk Huszár G5, Futó 5G5, UTG5 után esetleg E7-E5? Hát akár, vagy E6, igen. Jó, hát Futó D3-mal folytatta világos. Én úgy gondolom, hogy ez a Futó F6 nem volt jó lépés, tehát pontatlan lépés volt mindenki. Futó D3 következett, ugye, amire az F5 gyalognak a gyengeségére próbált meg rájátszani. Jött Huszár H4, akkor lehet, hogy ez volt az értelme, hogy Huszár H4-et lépjen, de mondjuk én ebben nem hiszek. Elsáncolt világos rövidre, nagyon jó lépés, ugye befejezte a fejlődést, ugye ha leüti a Huszár bástyával, visszaütök, és ugye gyengül az F5 gyalog. Huszár üti F3, bástya üti F3, és következett E6. Uh-huh. Ugye csak így tudta védeni az F5 gyalogot, és ugye ha már minden megérkezett, vagy minden jó lépést megtett világos a megnyitásban. Most a középjátékban ugye elkezdett a vezérszárnyi kezdeményezést előtérbe helyezni. Ugye A3 jött, aminek ugye az az értelme, hogy B4-gyel nyissuk a B-vonalat, és ugye azonnal ott a vezérszárnyon a B-bástyát játékba hozzuk. Uh-huh. Vezér D8 következett, ugye itt fekete próbálkozott egy döntetlen ajánlattal, amit visszautasított világos, elég természetesen jogosan, egyértelműen jobban áll B4, következett ugye megint a C5 pont felé B vonal, következett C üti B4, amit én nem nagyon hiszek, inkább B6-ot kellett volna, vagy bástya C8, B6-tal léptem volna, vagy játszottam volna. A üti B4, ugye bástya C8 jött, amire D üti E6, következett F üti E6, és ugye most jött végre E4, ugye ami a középen álló király ellen játékot célozza meg. Ugye az az értelme, hogyha nem sáncol a király, ugye középen marad, akkor a centrumban fel kell robbantani a az állást, ugye a szerkezetet, tehát meg kell nyitni magát a centrumot, ugye amit most ott van a E4-en az a gyalog. A Toldiból vett idézettel én erre szoktam mondani, hogy meg kell a palánkot döngetni körüle. Az biztos. És gyakorlatilag ugye én úgy látom, hogy itt szinte magasabb értelemben, ugye stratégiai értelemben világos ugye győzedelmeskedett, tehát a megnyitás befejeztével és ugye a középjáték elején, közepén tartva. Futó D4 sakkot adta fekete, ugye ez egy felesleges lépés ismételten, ugye ezzel futó lépések nem annyira jöttek be ebben a partiban. Király H1 jött, ugye amire vezér F6-tal, ugye próbálta az F5 gyalogot támadni, és a C3 futót is, vagy C3 huszárt is támadni, és itt jött az igazán nagyon erős és nagyon jó lépés, hogy ugye nem foglalkozott a C3 huszárral István, hanem E-üti F5-tel rányította ugye a centrumot. Azt hiszem ezzel már a gázcsapot is. Hát igen, ugye ha ezt visszaütjük gyaloggal, akkor a D5 pontot ragad, huszár D5-tel azonnal vége, úgyhogy kötelező volt az eredeti tervét játszani. Sötét futóüti C3-mal elfogadta a tisztet, és F-üti E6. Látványos tisztáldozat. F-üti E6 után, ugye itt most futó C6-ot játszotta. Ugye, hogyha visszaütötte volna a gyalogot, akkor is hasonló módon jött volna vezérüti C3, majd leütni a futót, és futó G6, ami a partiban jött. Itt is következett ugye vezérüti C3, felkiáltó jeles lépés, ugye egy nagyon jó lépés, ami egy átmeneti vezéráldozat, természetesen ezt igen, a következő lépésben visszanyeri fehér. Vezérüti C3, futó G6 sakk, ugye ez a felfedéses támadás tipikus példáját látjuk, ugye amikor a bástya vezér között van egy futó, az kényszerítő erővel sakkra elugrik, és ugye utána tudom ütni a vezért. Király E7 jött, bástya üti C3, és király üti E6-ra. Ugye, ha most népszámlálást tartunk, ugye egy gyalog előnnyel jött ki világos, tehát ebből a megnyitásból, ebből a játszmából, de nagyon-nagyon jó
technikával nagyon gyorsan, viszonylag gyorsan nyerte meg Fehér ezt a partit. Bácsa D1 ugye nagyon jó lépés, nem engedi, hogy azt a gyenge D-gyalogot ott felszámolja a fekete. Bástya C, D8 következett, amire B5 felkiáltója, tehát nagyon jó lépés, ugye nem engedi, és ott marad gyengén az a D-gyalog. Futó E8 jött, amire bástya E3 sakk, király D7, és ugye amiről beszéltünk. Hadd kérdezem már meg, mi lett volna király F6-ra? Hát király F6-ra, ugye valószínűleg leütöm az E8 futót, uh-huh. Ugye visszaüti futó E8, bástya H5-E8, bástya E8, bástya E8, bástya D6. És a D6 gyenge sok, gyalog, ugye és akkor még a B7 gyalog és A7 gyalog is ütésben van. Tehát ez már hát csak utána, technika lett igen, volna. Igen, bástya H6-tal a H5 gyalog, uh-huh. Tehát ott két gyalog előnyre tett volna a szerfehér, és ezért kellett ezt lépni. De ugye most megint egy nagyon-nagyon szép lépés jött, ugye megint a G6 futó ugye fekete fenyegeti, leütni, és az ember úgy gondolná, hát most vagy leütöm, vagy elviszem, de akkor ott még nem olyan egyszerű ezt az állást végigjátszani, úgyhogy fehér a kezdeményezés megtartva C5-tel folytatta, és ugye a D6 kötésben lévő gyalogot támadta meg, amit nem tudott most már mit csinálni, le kellett ütni a G6 futót, bástya üti D6, következett. Hadd mondjak annyi személyes malomást, hogy ebben az állásban néztem meg Istvánnak a partiját, én akkor fejeztem be a partimat egy másik német Wesener ellen, és akkor oda mentem, még fel volt pörögve a fejem, láttam, hogy ezt a tisztáldozatot meg kell hozni. Igen, és nagyon szép is. Nagyon szép volt, és szurkoltam, hogy bejöjjön, és meg is úszta István. Király C8 következett, amire bástya üti G6, bástya D4-gyel, ugye próbál ellenaktivitást létrehozni fekete, de most ugye egy nagyon-nagyon jó alapelvel folytatta, és alapelvet használt ki világos, és a István ugye bástya E7-tel ugye behatolt az ellenfél 7. sorára, igen, ugye, hát. Ami hát én azt szoktam mondani, hogy ha mind a két bástya bekerül a 7. sorra, akkor az olyan, mint egy tornádó, az ott végig söpri az összes fekete figurát, ugye, ami azon a soron tartózkodik. Igen, a behatolás az mindig nagyon fontos dolog. Hát az biztos, tehát az ellenfél állásában ez gyakorlatilag, hát ugye azt mondom, hogy halálos fenyegetés volt, nem érdekelte ugye az F4 gyalog, visszaadott, úgyis volt már két gyalog előnye, bástya ütő F4, ugye nem védekezgetünk, hanem bástya G7-tel, ugye a G-vonali bástyával G7-re ment, bástya C4, hát itt gyakorlatilag sok minden nyerne bástya üti B7, majd bástya A7, de egy nagyon szép taktikus befejezés következett, vagyis hát én azt mondom, hogy jó technika is, bástya C7 sakk, király D8, itt bástya üti B-t is nyert, C6, egy fantasztikus befejezés, ugye két gyalog áldozattal jött világos, B üti C6, és nem ütötte vissza, hanem B6 következett, aminek az az értelme, hát ugye nem nagyon van más lépés, mint itt feladta fekete az állás, nem tud védekezni ezt, ha leütni a fekete gyaloggal, akkor bástya A7 jönne, és a bástya A8 mat védhetetlen. Tehát hogyha a bástyával B5 helyett a bástyával ütött volna A7-re, akkor Jéger úr a C6 gyaloggal ütötte volna a B5-öt, és bástya A8, a bástya C8 közbe húzás még jó lett volna, persze akkor is veszve van, de ez azonnal nyert. Tehát ezzel a B6 gyalog, második gyalog áldozattal nem engedte kinyitni a C-vonalat István, és ezzel teljesen matra állította a német ellenfelét. Védhetetlen mat volt, és ugye ezért adta fel fekete. Egy nagyon jó pozíciós parti volt, és taktikus is egyben, tehát a stratégiát feketén úgy gondolom, hogy rosszul választotta meg, viszont világos ez nagyon erős játékkal használta ki, és hát nem engedte feketének, hogy a futópárral ugye ott aktív játékhoz jusson, hanem egész egyszerűen a középen rekedt királyt egy E4-gyel szétszette.
kifejezetten jó parti volt. Pozsonyi Pisti alias Pozsi a jó pozíciós érzékéről is híres, és ebben a partiban bizonyította azt is, hogy a taktikához is ér, de a jó tervválasztáshoz, a stratégiához, a pozíció megítéléshez is. Ez a part is mutatta, hogy megérdemelte a második helyezést, ugye Prágában, B csoportban. Az első helyhez szerencse kell, a másodikhoz tudás, és a tudással Pisti bővében van. Ezt szoktuk mondani. Prágából visszatérve Nyíregyházára, megyénkbe, tovább folytatnánk a sakkot. Azt látjuk minden egyes sakversenyen, hogy a konok kitartó küzdelem mindig meghozza a gyümölcsét. A sakharcos sohasem adhatja fel, a sakharcos mindig harcol, küzd, mert nem egyszer rejtett nyerés lehet felfedezni a táblán. A képernyőn látható hadállásban egy gyalogért világosnak minőségelőnye van, és sötét helyzete nem tűnik igazából irigylésre méltónak, mivel hogy az A2-n álló futója gyakorlatilag nem léphet semmit sem, hiszen ha B1-re lépne, azonnal leütik, ugyanakkor világos pedig a bástájával képes elzárni a G vonalat, és a H gyalogja megindulhat vezérnek a H8 mező felé, és úgy tűnik, minthogyha sötét veszve volna. Ez az állás azonban trükköket rejt magába, úgy neveztük el ezt az állást, hogy a haldokló futó feléled az adott állásban, és a látszat ellenére sötét ki tudja harcolni a győzelmet. Lássuk hogyan. Hát a futóval azonnal ugye nem tudunk lépni, világos, illetve sötét egyetlen tervet követhet, megpróbálja futtatni az F2 gyalogot, de hát az ilyen futtatás nem biztos, hogy mindig jóra vezet, lássuk. A királlyal nem léphet, ezért a gyaloggal F2-re lép. A bástyával természetesen G8-ra kell lépni, azért is, mert tulajdonképpen a gyalog, ha mennyiben belépne F1-re is, vezérré változna, a bástya F8 sakkal sötét magára volna kénytelen hagyni a gyalogot, és azt le lehetne ütni. Ezért következett futó B1. Az ötlet az, hogy futó F5-öt húzzunk, és akkor be van fedve a G-vonal, és nem lehet megakadályozni a gyalognak a bemenetelét. Ezért természetes, hogy azt a futót le kellett ütni. Király üt B1. Király üt B1, és ennek az volt ennek a haldokló futó feléledésének az ötlete, hogy ráterelte a világos királyt a B1 mezőre, azaz az első sorra, az alapsorra, és most tempóval jön a vezérré változás. F1, vezér, és azonnal sakkot adott, világosnak nincsen lehetősége arra, hogy bástya F8-ot húzzon, majd a következő lépésbe leüsse az F1 vezért, király E2 következett. Sötét beadja a vezér E2 sakkot, amire világos királya C3-ra lép, és pedig az a lényeg, hogy megkísérelje a sötét mezőkön maradást, vezér E5, király B4, itt jegyezzük meg, ugye, hogy ha világos mezőre lépett volna, mondjuk király D3-ra, vezér D5 sakk és elment a bástya, hasonlóak állnak, ugye mondjuk C4-re, akkor vezér E6 sakk bástya, és mivel a király kénytelen volt sötét mezőkön maradni, ezek után a B3 gyalog B2-re lép, és nem lehet megakadályozni a vezéri átváltozást, mivel hogy a bástya B8-ra következhetne, ugye B1 vezér, illetőleg a vezérre leütnénk a B8 bástyát, bástya G1-re pedig vezér D4 és sakkbástya következne. Ezért feladta a küzdelmet, világos és sötét nyert. Mai adásunk végére értünk. Remélem tetszett a tisztelt nézőknek a mai adásunkban bemutatott sakkötleteknek a gazdagsága. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!